Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Városrészek titkai című sorozatunkban egy újabb városrészre látogatunk. Ugye mennyi csoda és mennyi titok derült már ki az eddigi részekből is. Biztos vagyok benne, hogy most is így lesz, tartsanak tehát velünk. Utunk ezúttal Fekete-hegy Szárazrét városrészbe vezet, és aki idegenvezetőnk lesz nem csak a jelenben, hanem a múltban is, a történetben is, az most is a műsor állandó szakértője, Váci Márk, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársa, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz Csilla, köszöntöm a nézőket, és köszönöm az újabb lehetőséget. Reméljük, hogy ez is egy izgalmas utazás lesz. Mennyire volt kihívás feldolgozni ezt a városrészt? Hát, ha az épített anyagot nézzük, ha csak az épületekről tudnánk beszélgetni, akkor nagyon nehéz lenne kitölteni a műsoridőt. Nyilván ki lehetne, de sok érdemi információ valószínűleg nem hangzon el. Szerencsére azért vannak különböző köztéri alkotások, tudunk beszélgetni vallási életről, egy kicsit a kultúráról, közösségekről, iparról, kereskedelemről. Tehát azért áll olyan szinten mondhatni ez a városrész, mint az összes többi, amiről eddig beszéltünk. Hát majd meg fogják látni nyilván a nézők is, meg hallani fogják a beszélgetésünkből, hogy nem olyan a városrésznek az összetétele mondjuk építészeti szempontból, mint amikről eddig beszéltünk, de hát nyilván igyekszünk itt is az érdekességeket és a fontosabb információkat összeszedni. Az, hogy a közösséget említetted, azért örülök neki, mert innen kívülről nézve nekem úgy tűnik, hogy igen összetartó közösség van, és ez mutatja is a különböző kertekben és egyéb helyeken, ahol össze is jár ez a közösség. Hát ha azt nézzük, hogy hol helyezkedik el maga a városrész, ugye általában ezzel szoktuk kezdeni ezeket az adásokat, akkor mindenképpen lehet azt mondani, bár ez egy pejoratív kifejezés, de mégiscsak valamilyen szinten ez egy zárvány. Hiszen a várostól ugye elválasztja egy elég nagy körforgalmi csomópont, ahol ugye országos főutak találkoznak, elkerülő út, autópálya, felhajtó, lehajtó és a többi, Veszprém irányába menő országút, ugye a Palotai útnak a folytatásában az Újcsóri út, mint olyan, ami ugye Várpalota és aztán Veszprém irányába megy tovább, és ezek valamilyen szinten elszeparálják a várostól ezt a területet. Talán az építészetében is ez látszik egyébként, hogy ez egy falusias jellegű lakóterület alapvetően, és a főközlekedési utak mellett alakultak ki mondjuk az ipari területek, kereskedelmi létesítmények, illetve hogyha a lakóépítészetet nézzük, akkor mondjuk a többszintes épületek, amelyek ugye például az Újcsóri út mentén megtalálhatók. Tehát nyilván a nagyobb forgalmú utaknak a vonzásában inkább városias ez a településrész, ez a városrész, és a belső területei azok pedig inkább falusiasak. Bár azt is lehet látni, hogy azért a modern építészet itt is megjelent, és például nagyon nehéz volt olyan klasszikus szárazréti, vagy inkább fekete-hegyi lakóépületet keresni, amit be tudunk mutatni legalább néhány képkocka erejéig, hiszen az elmúlt néhány évben, akár ha csak az elmúlt 3-4 évet veszem, akkor is nagyon sok régi lakóépület elbontásra került, a klasszikus úgynevezett hosszú házak, de azért egyet sikerült legalább találni, amit még be tudunk mutatni a nézőknek. Egyébként ellentétnek azért ott van a közlekedés, van olyan része a városrésznek, ami tényleg csendes, falusias, viszont olyan főútvonalak mennek el a városrész szélén, amelyek bizony igen terheltek tudnak lenni időnként. Igen, hát voltak nekünk is veszprémi kutatásaink egy időben. Én ugye rendszeresen busszal közlekedtem, de hát aki autóval jár, az is tapasztalja, hogy reggel is nagyon nehéz kijutni a városból, mondjuk a Szárazrét irányába, és aztán délután meg visszajutni a városba, az talán még nehezebb. Úgyhogy például az Újcsóri út az rendkívül forgalmas, ugye nem véletlen az, hogy a különböző autószerelők például ide települtek, kereskedelmi egységek, nyilván a logisztikai központok, amikről még majd a műsor végén azért lesz szó néhány mondatban, ugye szintén, hogy ugye könnyen megközelíthető legyen, tehát inkább a városrésznek a széleire települtek, és hát ugye a belső magban pedig egyértelműen a lakóépületek dominálnak. Tehát lehet azt mondani, hogy a csendességben mondjuk felveszi a versenyt az Öreghegynek a belső területeivel.
Van egy kérdés, amit itt is fel kell tennem, és már több városrésznél feltettem, ez pedig a névmagyarázat és a Fekete hegyre mindenképpen, mert talán ez a leglaposabb része a városnak, és mégis ott van a névben a hegy. Igen, ugye itt mesterséges kiemelkedések vannak, hogyha a város területét nézzük, hiszen itt felüljárókról beszélhetünk alapvetően, amelyek ugye egy kicsit magasabban helyezkednek el, mint a városrésznek az átlagos szintje. Ez forgalomtechnikai megoldás, tehát semmi egyéb oka nincsen igazából. Ugye a vizes rét, mint olyan, az például ide tartozik, a hármas híd környékén. Ugye ez alapvetően egy vizes, mocsaras, korábban lápos terület, erről is kapta a nevét. A száraz réttel szemben. A száraz rét pedig ennek az ellentéte, hiszen amikor a Gaja csatorna megépült az 1800-as évek első felében, ugye itt a folyamszabályozások kapcsán, a Gaja ugye korábban egy hajózható folyó volt, Szent István legendáiban is előfordul, hogy ugye csónakon közlekedtek Szent Imre herceggel is, Boldog Gizella királynéval például Bodajkra, Mária kegyhelyre. Ez meglehetősen leszűkült, és nyilván keletkezett egy olyan szárazabb terület, ahol lehetett például legeltetni, lehetett kaszálni, tehát mező és rétgazdálkodást lehetett folytatni, és nyilván a zárványokban pedig későbbiekben kialakultak például a halastavak, ugye ez a négy mesterséges tó, amelyek ugye szintén megtalálhatók a 81-esnek a túlsó felén, ugye Fehérvárcsurgó felé is vannak horgásztavak, ezek pedig ugye a túlsó irányban, tehát a Szent Florián körút mellett találhatók meg, az Újcsóri útnak a keleti felén. Ugye ez a Fekete-hegynek az egyik része, ami ugye Iszka-Szentgyörgyig egészen elnyúlik. A másik része az a várostól távolabb eső rész az Újcsóri útnak a nyugati felén, és az áruház, illetve a körforgalom környéke, meg az a klasszikus régi falusias beépítés az, amit egyébként száraz rétnek nevezünk alapvetően, hiszen ott húzódtak valamikor ezek a rétek. A hegy elnevezés az pedig, ahogy az Öreghegynél, Ráczhegynél vagy Maroshegynél a szőlő és a kertgazdálkodásból ered, hiszen itt alapvetően szőlőterületek voltak, az itteni szőlőbirtokosok állítatták például azokat a kereszteket, amikről majd lesz szó, ők finanszírozták az iskolának a bővítését, kápolnából az ő anyagi finanszírozásuk folytán lett például templom, és egyébként a Fekete-hegy például a fekete birtokos családnak a nevét viseli, tehát így kapcsolódik össze a birtokossággal maga a gazdálkodási forma. És hogyha már elnevezésekről volt szó, azért néhányat még érdemes megemlíteni, ugye az Újcsóri út az egyértelmű, a régi Csóri út ugye az a régi országút, kis poros valami, ami ugye Csór felé vezetett, akkor még nem volt ugye ez a nagyforgalmú 8-as út, de nyilván akkor is át kellett kelni, hiszen Csór ugye az út túlsó oldalán van, kis dűlőutakon keresztül lehetett ugye megközelíteni, és a Szőlőhegyen keresztül mentek be a faluba szekerekkel gyalogosan. A Farkasvermi út, ami ugye egy érdekes elnevezés. Annak idején a rádióban, amikor erről a városrészről beszéltünk, akkor elmondtam. Egyrészt van egy történelmi tény, hogy különböző veremcsapdákat létesítettek a városnak ezen a szélén, hogy főleg a farkasok és a különböző ragadozó állatok ne tudjanak ugye bejönni a városba. Ez egy nagyon fontos védelmi szempont volt, és nyilván azért mezőőrök vigyázták ugye folyamatosan a határt, hogy lehetőleg ezek az állatok tényleg ne ejtsenek kárt akár a kint lakóknak az állatállományában, vagyonában, bármiben, akár beljebb a városon belül. Ehhez kapcsolódik egy nagyon kedves kis anekdota, a 20. század elejéről származik. Ugye cigány zenészek jártak ki rendszeresen Lagzigba zenélni, általában ugye lakodalmakat helyben tartották a lányosháznál, és volt egy ilyen eset, hogy hát már azért kora hajnal volt, de még meglehetősen sötét, amikor mentek hazafelé. És hát valahogy az egyik társukat elhagyták, mert valahogy elvétette a lépést, nem nézett rendesen körül, és beleesett egy ilyen farkas verembe. Hogy nem ebben a veremben volt egy élő farkas egyébként. Aha. És ugye, hát úgy szól az anekdota, hasonlóan például Assisi Szent Ferenc legendájához, vagy hogyha egy kicsit profánabbak akarunk lenni, hétköznapibbak, akkor mondjuk a Csillagszemű juhásznak a meséje ugyanerről szól, hogy a muzsikájával megszelídítette a farkast, és másnap, amikor a társai kimentek érte, végre megtalálták, akkor épségben találták meg. Na hát ez a farkas vermekhez kapcsolódik.
És ugye ennek a városrésznek is vannak jellegzetes elnevezései. Elsősorban ugye folyókról kapták az utcák a nevüket, ugye a Mura utcára, ha gondolunk, vagy a Kőrösi utcára, és még lehetne ezeket sorolni. Különböző foglalkozások is megtaláltuk egyébként, főleg már a dűlők környékén, tehát már a legnyugatibb szélén ennek a városrésznek, virágnevek szintén, illetve néhány madárnév. Tehát azért ez egy kicsit természetközelibb, ugye, földrajzi adottságait tekintve is, hiszen tényleg tele van kiváló kirándulóhelyekkel, és az elnevezéseiben is egyébként ezt mutatja. Az Opoletér eredetét tudjuk, a nevet? Az Opoletér, hát én ma az emlékmű kapcsán szerettem volna beszélni erről, de ide hozhatjuk, hiszen ide is kapcsolódik. Ugye Székesfehérvárnak van egy lengyel testvérvárosa, Opole nevű település, és ugye innen kapta az elnevezését. A Palotavárosban található ugye egyébként a testvérvárosok tere, és azt is érdemes tudni, bár eddig a többi városrész kapcsán ugye nem beszéltünk róla, hogy Székesfehérváron egyébként ezeknek a testvérvárosoknak a nevét különböző utcák, utak, illetve terek viselik. Például a régi Börgyárdűlőből lett ugye a Schwäbisch-Gmünd utca, és még lehetne sorolni ezeket a neveket. A nevek után és azok után, amit mondtál, én nekem azt sugallja, hogy igen messze visszamenő történelmi leírások maradtak erről a területről. Igen, volt itt egy középkori földvár, az úgynevezett Bial földvára, ez a Bivaj elnevezésből ered. Ugye megint csak vissza kell utalni arra, hogy ez egy mocsaras terület volt valamikor, még ugye a középkor folyamán is, sőt, még a 18. század végén is, és ugye kiváló lehetőség volt arra, hogy például bivajokat legeltessenek. Ugye a bivaj az egy olyan állat, amelyik azért mégiscsak a nedvesebb területeket jobban szereti, és az itt növő füvet meg különböző növényeket fogyasztja. Ezért is ugye van egy sajátos, jellegzetes zamata magának a tejének, de ebben most nem menjünk bele. Ennél többet amúgy sem tudok róla. Kanyarodjunk vissza, tehát feltárták az István Király Múzeum, később Szent István Király Múzeum régészei ennek a földvárnak a nyomait, az erődítés alapjait egyébként megtalálták, felmenő falak már nem voltak, tehát valószínűleg ezeket ugye az idők folyamán a környékbeli lakók, akár a történelmi belvárosnak a lakói, akár a városnak a különböző hatóságai építésekhez ugye széthordták. Tehát az alapfalak még megmaradtak, meg még azért leletek nyilván bukkantak elő, tárgyi leletek, de alapvetően az építményből túl sok minden nem került elő. Már csak azért sem, mert ugye a földvár jelleg is mutatja, hogy alapvetően ugye veszőfonatból, fából és ugye földanyagból, agyagos földanyagból építették, tehát minimális volt mondjuk az a kőanyag, amit ebből beépítettek, de mégiscsak volt. És nyilván ugye korábbi előzmények vannak, római kori leleteket is találtak itt, temetkezési helyeket természetesen a régészek, és még-még sokkal távolabbra nyúlik vissza ez a történet, de a Szárazrétnek és a Feketehegynek, hogyha ugye a város irányából közelítjük, akkor a Szárazrétről kell először beszélnünk, és ugye kicsit távolabb helyezkedik el a Feketehegy. Az igazi története az a 19. század második felében kezdődik el, amikor is ugye egyre többen kezdenek el itt szőlőt, kertet művelni, és aztán a 30-as években, főleg az iparfejlesztésnek köszönhetően, amikor itt a Danuvia gyár megjelenik a 40-es évek elején, majd erről külön fogunk beszélni, akkor ez az ipartelepítés ugye természetesen mondhatni azt, hogy lakó tömegeket vonz erre a területre, és innentől kezdve alakul folyamatosan és fejlődik ez a városrész. Tehát tulajdonképpen egy fiatal városrészről beszélhetünk, hiszen alig 100 éves a Feketehegy Szárazrét városrész. Történetét tekintve akkor ezek szerint, akik először megjelentek, és akik először ott építettek, azok mezőgazdások és iparosok voltak. Igen, hát elsősorban szőlőbirtokosok egyébként. Ők még ugye azért nem feltétlenül használták állandó kintlakásra ezt a területet. Tehát nagyjából abban az időszakban jelentek meg nagyobb számban az első kintlakók, mint mondjuk az Öreghegy vagy a Maroshegy kapcsán is ugye említettük a 19. század végét. Ugye itt nem voltak ugyan tiltások, mint például más szőlőhegyi területeken a kiköltözés kapcsán, de itt is azért próbáltak mindig a körülményekhez alkalmazkodni. Amikor fejlődött a közlekedés, fejlődött mondjuk az ipar, akkor ugye fokozatosan települtek ki. Arról nem beszélve, hogy ugye a 70-es években, amikor a nagy lakótelepi építkezések
zöme zajlott, meg a 60-as évek második felében, akkor ugye egyre inkább kiszorultak a város területéről azok, akik mondjuk családi házakban szerettek volna élni, szerettek volna kertet művelni, de mondjuk nem volt pénzük az öreghegyen telket vásárolni, ugye ez is egy nagyon fontos szempont ma is, és ezeken a területeken telepedtek le. Ma már az anyagi szempont az talán annyira nem mérvadó, nem vagyok képben az árakkal, nyilván valamennyivel kedvezőbb azért, mint az öreghegy, de hát mégiscsak egy városi területről beszélünk, és azért, aki városban, családi házban szeretne élni, annak bizony komolyan meg kell fizetni ezt a telekárat és egyéb árakat. Az öreghegy kapcsán említettük annak idején, hogy amikor először megjelentek például, akik szőlőkkel foglalkoztak, akkor először pincék voltak, de aztán lettek villák is. Ugyanez a tendencia látható a Fekete-hegyen, Szárazréten is? Itt a villák nem jellemzőek egyébként egyáltalán. Akkoriban sem volt ilyen. Alapvetően kis családi házak, kis földszintes házak épültek. Egy munkás környék volt ugye a 40-es évek elején, a 30-as évektől, ahogy az Almási telep kapcsán említettük, a kölcsönös népsegélyző egylet nyújtott különböző kedvező hiteleket, illetve árulta a telkeket kedvező áron, és így lehetett igazából hozzájutni. Tehát például a Danuvia gyárnak a munkás családjai nagyon fontos volt, hogy itt le tudjanak telepedni, hogy ugye közel legyenek a gyárhoz, ne kelljen annyit ingázniuk. Ugye eleve el volt vágva ez a terület a várostól, és hogyha ha azt nézzük, igazából most is el van vágva, hiszen ma már ugyan van egy biciklis, gyalogos aluljáró, amin keresztül lehet közlekedni, de mégsem olyan kellemes azért mondjuk gyalogosan átkelni a Palotai út irányába, tehát azért ma is kell, hogy legyen mondjuk a családnak legalább egy autója, vagy mondjuk egy olyan közösségi közlekedés, amit tud használni, és tud mondjuk a város irányába közlekedni vele. Azt hiszem, itt az ideje, hogy elkezdjünk egy-egy emlékhelyet, egy-egy épületet bemutatni. Ebben segítségünkre lesznek kollégáink, hiszen most is készültünk bejátszásokkal, amiben azonosítani tudjuk azokat a helyszíneket, amikről beszélünk. Általában egyházi emlékekkel kezdjük a bemutatást, legyen ez most is így. Az első, amiről beszélhetünk, az a templom valójában, a terület templomja. Igen. Azt érdemes tudni mindenképpen, hogy alapvetően ez egy lakóházból kialakított kápolna volt eredetileg. A város részben üzemelt az egykori nyugdíjas napközi otthon, nevezzük így. Tehát nem bentlakásos intézményről van szó, hanem egy olyan otthonról, egy olyan közösségi helyről, ahova a nyugdíjasok összejártak és napközbeni foglalkozásokon találkozhattak, beszélgethettek egymással. Ebből alakítottak ki aztán egy kis kápolnát 1948-ban, és aztán ez fejlődött fokozatosan egyébként templommá. Eredetileg Szent Terész templom volt a neve, 1965-ig ezt a nevet viselte, és azért lett egyébként Fatimai Boldogasszony templom, az 50-es években kezdett igazán terjedni a Fehérvári Egyházmegyében, meg úgy egyáltalán Magyarországon. A Fatimai Boldogasszonynak a tisztelete, hogy ez egy csoda eseményhez kötődik, illetve több csoda eseményhez. 1913-ban kezdődtek ugye Portugáliában ezek az események. Három kisgyerek, úgynevezett látnokok tapasztalták ugye ezeket a jelenségeket, aztán ugye egyre többen. Ugye háború szélén állt a világ, aztán bele is sodródott a háborúba. Tehát itt különböző üzenetek érkeztek ugye, úgymond ezekben a látomásokban a szűzanyától, és talán nagyon fontos volt a második világháborúnak a hatása ebből a szempontból, hiszen ahogy ez lezárult, rögtön elkezdődött ugye egy hidegháborús időszak. Tehát ha nem is 1945-ben rögtön, de mondjuk 48-50-től mindenképpen, és talán ebben játszott nagyon fontos szerepet a fatimai szűzanya tiszteletének az elterjedése, hogy a békét hangsúlyozza, a fegyveres konfliktusoknak a megelőzését, és így tovább. Tehát e köré a kultusz köré szerveződött igazából maga a plébánia is, mint olyan, ugye helyi lelkészségből önálló plébániává vált. Aztán a története során több plébániához tartozott, ugye ma is egyébként egy másik plébánia látja el, de mindenképpen ki kell emelnünk Milcsinszky Alajos atyát, aki 1996-tól, hogyha jól emlékszem, egészen 2017-ig volt egyébként ennek a plébániának a vezetője plébánosként, és látta ezt a tisztséget. Hát miért emeltük pont őt ki? Hát azért talán, mert ő volt a leghosszabb ideig plébánosa.
ugye önálló plébánosként, és egyébként is kiemelkedő szerepe van a szárazréti közösség szempontjából, nem csak a vallási közösség, de egyáltalán a városrész szempontjából is, és Fehérvárnak a közösség és vallási életében is nagyon kiemelkedő szerepe van. Nem véletlen az, hogy ugye díszpolgári címet is kapott, hál' Istennek még a halála előtt. Ha tovább megyünk, bocsánat a kifejezésért, de ez az a városrész talán, ahol legtöbb az egyfőre eső keresztfeszület emlékmű, hiszen négy is van, amiről beszélni érdemes. Igen, hát ha azt nézzük, hogy nagyjából mennyien laknak ebben a városrészben, akkor talán ez elmondható. Igen. A Farkasfermi út 21-el kezdjük akkor. Hát ugye ez közvetlenül a templom szomszédságában található meg. Ugye nem a templomhoz tartozik közvetlenül, tehát nem az udvarban helyezkedik el, hanem mellette 1958-ban állították, tehát amikor a lelkészség és egyáltalán a templom szerveződött, akkor ugye fontos volt az is, hogy állítsanak egy feszületet, hiszen mégiscsak egy egyházi épületről, egy központi épületről van szó, és ugye ezt 1958-ban fel is állították Jézus Krisztus tiszteletére, hát ugye feszületként, és a Fellmayer kereszt figurájának a másolata található rajta, a Fellmayer kereszt az pedig a Móri úton látható egyébként a Szent Sebestyén plébánia templomnak az oldalában. Érdemes azt is megnézni és összehasonlítani a kettőt. A következő az Iszka-Szent György úton található, ahol egyébként két kereszt is van, de beszéljünk akkor most a peresztegi nagy keresztről. Ez talán azért fontosabb, ugye 1863-ban állítatta Peresztegi Nagy Erzsébet, innen származik az elnevezése. Itt mindig hangsúlyozni kell, hogy ezek nem hivatalos elnevezések, hanem helyi elnevezések, ugye általában az állítatóról, vagy ha őt nem ismerjük, akkor arról, aki restauráltatta ezt az adott emléket, szokták elnevezni. Így úgymond a népnyelvben, vagy helyi közbeszédben. Ez azért fontos, mert ugye az Újcsóri út és az Iszka-Szent Györgyi út kereszteződésében található, tehát kifelé megyünk Székesfehérvárról, ez egy úgynevezett körmeneti kereszt, ugye ide azért vezettek gyalogos zarándoklatok is, illetve ugye ebbe az irányba lehet tovább menni egyrészt Csór, Várpalota és Veszprém felé, másrészt pedig Iszka-Szent György, Moha és a további települések irányába, tehát ez egy nagyon fontos közlekedési csomópont volt, és ugye ezeken a forgalmas helyeken azért általában állítottak egy-egy keresztet, ahol az ember meg tudott egy kicsit pihenni, tudott fohászkodni az Istenhez, és tudta tovább folytatni az útját. Arról nem beszélve, hogy ugye ezek azért mégis a forgalmas csomópontok voltak, tehát akkor illett ugye olyan helyen ezeket elhelyezni, ahol tényleg emberek jártak is. Ugye a kereszteket azért általában nem szokták eldugni az emberek elől, tehát nem mondjuk egy tisztásnak a kellős közepén állítják, nyilván ma már azért a túrázás az népszerű, de mégiscsak egy forgalmas helyen állították fel. És aztán 1948-ban, mivel nagyon megsérült a háború során, természetesen felújították, egyébként is már egy idős alkotásról volt szó, ugye már 85 éve állt ezen a helyen, tehát megérett a felújításra, ezt el is végezték egyébként, és ennek az emlékére is egy táblát helyeztek el a posztamensnek, tehát ugye a talapzatnak a hátoldalán. A következő, mint említettük, az Iszka-Szent György úton van szintén, és ez a Fábián Dietrich. Igen, ez a Fábián Dietrich kereszt. Fábián József és neje Dietrich Mária állítatta 1903-ban, hogyha Iszka-Szent György felé megyünk, és nem megyünk mondjuk olyan nagyon gyorsan, akkor viszonylag könnyű észrevenni, már maga egyébként a színe és a kialakítása is azért valamennyire mutatja, hogy itt hamarosan egy kereszt fog következni, tehát már viszonylag messziről jól látható. Kalandos története van, hiszen 2010-ben a Városszépítő és Védő Egyesület Poklosi Péter elnök vezetésével felújította, aztán néhány év múlva a korpusz eltűnt róla. A különböző maradványait megtalálták összetörve, és természetesen újra elkészítették, úgyhogy ez ma is látható. Hát az Egyesület, illetve személy szerint Poklosi Péter elnök úrnak az érdemeit dicséri, hogy ez ma ebben a formájában egyáltalán megtalálható. És végül a halászkereszt, amiről beszélünk kellene a Sajó utcában. Igen, ugye, hát ezt említettem már többször, hogy egy szőlőművelő kertészkedő környéken járunk, és azért a szőlőhegyi területeken is fontos volt az, hogy különböző úgynevezett útmenti kereszteket ugye felállítsanak dűlőutak mentén. Ez ugye jellemző például az Öreghegyre, ott is beszéltünk ilyenekről, vagy például múltkor ugye az Almási terep, illetve a Videóton környéke kapcsán ugye a pestis pincéknél is található ilyen egykori
útmenti kereszt. Ugye ez is ma már részben házak ölelésében található meg, bár egy viszonylag nagy nyílt tére, mögött egyébként egy harangláb áll, és mind a keresztet, amelyet 1904-ben állítottak, és 1959-ben restauráltak, mind pedig a mögötte lévő haranglábat egykori fekete-hegyi birtokosok állították. És itt a birtokosok alatt, itt inkább szőlőbirtokosokat kell természetesen érteni, tehát nem mondjuk egy Eszterházi grófra, vagy egy Zicsi grófra kell nyilván gondolni, hanem olyan fekete-hegyi polgárokra, akik itt szőlőhegyi területtel rendelkeztek. A szakrális értékek után nézzük meg az oktatási intézményeket, ilyen a Vörös Marti Mihály Általános Iskola. Igen, ugye ez egy tagintézmény alapvetően, ez a Farkas Fermi úti tagiskola, hiszen maga a Vörös Marti Általános Iskola az ugye a Liget soron működik, és ennek van egy tagintézménye. Ugye hát az utóbbi 10 évben már talán hozzászokhattunk ehhez, hogy ilyen tagintézményi rendszer működik. Ugye ez a Szárazrétnek az iskolája, ugye közvetlenül a körforgalom mellett található meg egyébként, ugye a régi Csóri út, Farkasvermi út mentén. 1927-ben kezdődött a története, egy tanterem volt ekkor mindösszesen, és ugye 11 kisdiák tanult benne. Szokták ugye emlegetni a Klebelsberg féle egy tanterem, egy iskola mozgalmat, ez nem ehhez kapcsolódik, alapvetően itt arról volt szó, hogy messze volt a legközelebbi iskola is a helyi gyerekeknek, ezért kellett létesíteni itt helyben egyet, és ezt itt hozták létre. Később bővítették, a 30-as évek végén már 110 gyerek tanult itt, ugye ez részben az iparfejlesztésnek köszönhető, hiszen rendkívül sok volt a kiköltöző. A II. Világháború után 2 évig a szovjet hadsereg használta, tehát katonai létesítményként működött, és aztán 1952-ben lett ismét belőle iskola, némi átmeneti idő után 4 tanteremben folyt ekkor már az oktatás, és ugye, ahogy említettem, ma már a Ligetsori iskolának a tagintézményeként működik, 5 tantermes egyébként, egy tornaszoba és egy udvar tartozik hozzá, és van egy kapcsolódó épület is, amiről mindenképpen beszélni kell, ha Szárazrét, akkor nem feledkezhetünk el a kultúráról és a közösségekről, egy úgynevezett nyaktaggal, tehát egy összekötő folyosóval csatlakozik hozzá ugye maga a közösségi ház, régebben kultúrháznak is nevezték, ugye ez a Fekete-hegy Szárazréti közösségi ház, ha jól mondom a hivatalos nevét, de talán legtöbben egyébként így ismerik, ahol hát nagyon komoly kulturális és közösségi élet folyik egyébként. Elég a kertbarátokra gondolnunk. Igen, a közösségi kertek is itt találhatók, amelyet együtt művelnek. Így van, ez egy nagyon fontos kezdeményezés volt egyébként a városon belül, ami részben egyébként innen indult. Ugye kapcsolódó esemény például a Borsó Fesztivál. Ami az a közösségi tér, ami viszonylag új és gyönyörű pergolákkal kialakított tér, amit nagyon szeretnek. Igen, igen. És itt azért nagyon komoly rendezvények zajlanak egyébként. Tehát ha azt vesszük, hogy mondjuk kifejezetten a városrészhez tartozóan, mert ugye ezeket általában városrészi rendezvényként szokták meghirdetni, mennyien jönnek ki ide a város különböző más területeiről, vagy a környező településekről, akkor elmondhatjuk azt, hogy itt egy nagyon pezsgő kulturális és közösségi élet van, és remélhetőleg azért az év második felében ez vissza is tér ebbe a városrészbe. Bízunk benne, hogy így legyen, hiszen akár a Vörös Marti Színház színészei, de még a Székesfehérvári Balettszínház is fellépett azon a színpadon, tehát tényleg rengeteg program volt, és a közösség tényleg nagy szeretettel szervezi ezeket a programokat, mint ahogy élettel telik meg az iskola udvara és a közösségi kertek is rendre egy-egy rendezvény kapcsán. Folytassuk egy picit szárazabb témával, hiszen az ipar területére érkezünk akkor, amikor az egykori szín épületéről beszélünk. Igen. Ugye, ha jól emlékszem, akkor a Videoton elődje a vadásztölténygyár kapcsán beszéltünk annak idején a háborús felkészülésről, az úgynevezett győri programról, ami ugye a fegyverkezést irányozta elő. Nyilván különböző kevésbé nyilvánvaló üzemben, tehát mondhatjuk azt, hogy titkos objektumokban, ugye vadásztölténygyárnak hívták a Videoton elődjét, de nagyon jól tudjuk, hogy ott ugye nem csak sportlőszerek készültek. A nagyon fontos volt a könnyű fémműnek a létesülése ugye a Ráczhegyen, ami ugye az alumínium előállítás szempontjából volt rendkívül fontos létesítmény, és ugyanilyen fontos volt a Danúvia
fegyver és lőszergyár RT-nek a Fehérvári üzeme, amely már kimondottan fegyver és lőszergyárként létesült. 1943-ra jött létre, tehát ekkor már ugye Magyarország azért jócskán benne volt fegyveresen is, nem csak diplomáciai szempontból a II. Világháborúban, és ekkor indultak meg azok a nagy kiköltözések, elsősorban a munkás negyedekbe, amelyek ugye ebben az időszakban jöttek létre. Tehát a gyár területéhez kapcsolódóan ugye különböző ipari létesítmények találhatók meg itt a mai napig is, amiben mindenféle intézmények helyezkednek el, majd erről is mindjárt beszélünk, illetve ekkor indult meg az a nagy kivándorlás és kiköltözés erre a területre, ami egyébként még ma is valamennyire tapasztalható, de hát ahogy ugye említettük, ma már inkább az életkörülmények miatt jönnek ide a lakosok. Magának a gyárnak a történetéről annyit mindenképpen érdemes elmondani, hogy az államosítások után is tovább folyt itt a termelés, de ekkor már ugye nem hadi célra hasznosították, hanem alapvetően szerszámgépgyárként kezdett üzemelni, tehát szerszámgépeket kezdtek el itt gyártani, és aztán 1949. májusában lett belőle Székesfehérvári könnyűipari szerszámgép beruházási vállalat, vagy más néven szerszámgépgyár, ugye így is emlegették, vagy könnyűipari szerszámgépgyár, ugye KSG rövidítés az innen származik, illetve emlegették ugye köszörűgépgyárként is, hiszen köszörűgépeket is készítettek itt. Szintén ez a KSG rövidítésből jön egyébként többek között, meg lehet, hogy egy félrehallásból is előfordulhat. És aztán ebből lett egyébként 1963-ban a szerszámgépipari műveknek, ez egy országos nagyvállalat tagja, tehát innentől kezdve pedig ugye szímként emlegetik, és ugye így szoktak általában KSG szím üzemként beszélni róla, vagy általában ma már csak szímként emlegetik, de a régiek még azért a KSG-re is visszaemlékeznek. Működik bármi a gyár területén? Hát ugye maga a gyár az megszűnt, intézményi formájában legalábbis, tehát a termelés az ugye teljes mértékben lecsökkent, aztán a rendszerváltás után ugye privatizálták ezt a területet, és különböző üzemek, elsősorban gyártóüzemek települtek meg, ezek jellemzően egyébként kisebb cégek, festékgyártó, mosoda, nem tudom, tehát lehetne itt sorolni, ezeknek a reklámtábláit lehet egyébként látni, hogyha a Farkasvermi úton kifelé haladunk, ugye a gyárépületek, klasszikus nagy gyárépületek azok bent a területen belül találhatók meg, tehát oda ugye polgári forgalom nyilván nem közlekedik befelé, csak úgy az utcáról nem lehet bemenni, nézelődni, és az egykori kiszolgáló létesítményekben, amelyek például az Opole tér felől közelíthetők meg, ott ugye különböző intézmények létesültek a rendszerváltás után. A műsor végén majd még visszatérünk az Opole térre és a gyárral kapcsolatban is. Menjünk tovább, hogyha fekete egy száraz réten járunk, szerintem a képből az az épület lóg ki a leginkább, egy picit más a többi épülethez képest, ami az orvosi rendelőt is rejti. Igen, érdekes egyébként, mert maga az épület, ez a mezőtúri vöröstéglás burkolatú épület, ez valamikor a Színhez tartozott. És aztán ennek a 91-es megszűnése után költözött be ide a gyermek-felnőtt orvosi rendelő, illetve az idősek otthona is ugye ebben a tömbben található meg. Tehát egy nagyüzemi munkásszálló volt egyébként, és ennek az épület tömbébe költözött be ez a két intézmény. Tehát ugye egyrészt egy egészségügyi, másrészt egy szociális célt szolgál. Tehát mondhatni azt, hogy részben ma is lakóépületként működik egyébként, hiszen ugye egy nyugdíjas otthonnak vagy idősek otthonának ugye a lakhatás is nagyon fontos feladata, korábban pedig ugye az üzemnek a munkásszállója volt, és egyébként az is nagyon érdekes, hogyha valaki mondjuk légifelvételen megnézi, mert nyilván azért légifelvételek például készülnek, vagy az örökségvédelmi hatástanulmánynak, ami egyébként az interneten hozzáférhető és letölthető, az adott városrészre vonatkozó képi anyagát megnézi, akkor látható az, hogy a klasszikus gyári épületekhez képest a kiszolgáló létesítmények azok más stílusban, más anyaghasználattal épültek. Tehát ugyanez jellemző, hogyha tovább megyünk, ugye a következő intézmény ez a Borzium gimnázium. Ugye korábban itt a Tatai Sándor gimnázium működött egyébként, 2019 óta a Borzium lakja az egykori irodaépületet,
kialakításában, jellegében szintén teljesen más. Nem csak a gyárépületektől üt el, hanem elüt egyértelműen a munkásszállónak az épületétől is. Tehát ezek nagyon jól elkülönülnek egyébként egymástól. Igen, és az oktatási intézmények mellett ugye a Vörösmarty Mihály Általános Iskolát említettük, de tényleg itt van a Górzium is, ami figyelmet érdemel. Igen, illetve egy létesítményt mindenképpen érdemes még kiemelni. Amikor én erre a műsorra készültem, akkor még úgy tudtam, hogy ez a Szép Hőnek a telephelye, ugye korábbi várostörténeti meg építészeti anyagokból. Aztán kiderült, hogy ma már ugyan városi tulajdonban van, de nem a Szép Hő működik itt. Viszont ennek is egy nagyon érdekes története van, hiszen ugye az 1940-es évek végén, 49-50-ben elindultak az államosítások. Lakásokra vonatkozóan, kereskedelmi létesítményekre, gyárakra és minden egyébre, és ugye nagyon fontos volt, hogy a város létrehozzon egy önálló ingatlan kezelő vállalatot. Ugye ez az ingatlan gazdálkodási községi vállalat, hogyha jól tudom, a rövidítésnek a feloldását, ez az IKV 1952-ben jött létre, és ez volt a Szép Hőnek az elődje egyébként, ezen a telephelyen kezdett el működni, és aztán ebből nőtte ki magát később ugye a Szép Hő, mint olyan, és aztán hát költözött ki erről a területről, de ahogy mondtam, ma is egyébként városi fenntartásban tulajdonban van ez a terület, legalábbis egy része, ugye ez a volt gyárterületen helyezkedik el, illetve ahogy már ugye beszéltünk is róla, különböző kisebb üzemek szintén beköltöztek erre a területre. Valamelyest már ez is történelem ezek után, de mindenképpen történelem a következő épület, amiről beszélni fogunk. Már-már azt kell mondanunk, hogy jobb időket is látott bizonyára, mert nagyon-nagyon romos. Igen, hát ez a régi Csóri út 12. Amikor állítottam össze még a rádió műsorhoz az anyagot, ugye mindig beszélünk konkrét épületekről, nyilván szóban egy kicsit nehezen megjeleníteni, képileg meg néha sajnos ilyen állapotokat tapasztal az ember, de ezt is meg kell mutatni. A városrésznek a legrégebbi épülete. Korábbi anyagokból dolgoztam, azt mindig el szoktam mondani. Az örökségi védelmi hatástanulmány legalább még 5 hasonló korú épületet sorolt fel egyébként. Aztán, amikor én az utcaképet megnéztem, természetesen ugye először interneten, akkor tapasztaltam, hogy hát ezeknek a helyén már különböző földszintes, de modern családi házak állnak. Ez az egyetlen épület, ami még ma is megvan, tehát láthatóan már ez sem lakott egyébként. Tehát ez a városrésznek a legrégebbi épülete, ugye egy klasszikus hosszú ház, egy földszintes épületről van szó, és ugye, hogyha valaki elsétál arra felé, akkor azt is látja, hogy egyébként milyen területen helyezkedik el. Ugye a szomszédban egy állatorvosi rendelő, és ha jól tudom, egy gyógyszertár található, meg a másik szomszédban pedig egy többszintes családi ház. Tehát ez is egy érdekes zárvány mondhatni ebben az utcában. Ez az épület mutatja meg, hogy annak idején milyen házak épültek ezen a területen. Igen. Kíváncsi lennék rá, hogy miért pont Fekete-hegy szárazréten található Bem József szobra? Hát ez egy igen jó kérdés, ezt talán Tóth Tamás szobrásztól lehetne megkérdezni. Ugye két alkotása ismert, nem tudom mennyire ismert, de számomra ismert még a városban. Az egyik az Engedjétek hozzám a gyermekeket című szobor, ezt Kis János atya tiszteletére készítette a művész. A vízivárosi templomnak a plébánia épület udvarán található meg. Talán erről annak idején beszéltünk, nem biztos. Ugye a vízivárosról nagyon sok mindent lehetett elmondani. A másik pedig egy Mikszáth Kálmán fejszobor, egy kicsit groteszk kialakítása, Mikszáth Kálmán utcában a lakótelepen található meg. Hát, hogy Bem József hogyan kapcsolódik ide, azt nem tudom. Az biztos, hogy az általános iskola udvarán avatták fel egyébként ezt a szobrot 2011-ben, a március 15-i ünnepségekhez kapcsolódóan. Ugye egy lengyel tábornokról van szó, bemapóként szoktuk általában emlegetni, és ha a gyerekeknek mondjuk 48-49-ről beszélünk, akkor általában nem Hajna út szoktuk emlegetni. Vagy aki végzett Zicsődön grófot, de valószínűleg még csak nem is Görgei Artúrt, hanem mondjuk Petőfit, Vasvárit, esetleg Jókait, akiről majd ugye később tanulnak az irodalomórákon, és hát természetesen bemapót, ugye a jóságos Bem tábornokot. Tehát talán ezért is, mert az ő figurájához amúgy is legendás történetek kapcsolódnak. Egy kicsit ugye játékos ez az elnevezés is, hogy bemapó, talán ezért. Egy jóságos bácsika. Tehát városrész 1848. március 15-én itt tud megemlékezni.
Menjünk tovább, hiszen van egy emlékkő is, amely Tatai Sándor nevet viseli. 2003. április 12-én avatták fel ezt az alkotást, Kocsis Balázs és Gerencsér Ferenc közös műve. A Tatai Napok ünnepség sorozat keretében került sor erre az avatásra, akkor még ugye Tatai Sándor nevét viselte az alapítványi gimnázium, ami itt működött, és ugye ennek kapcsán a névadó domborműves emlékkövét avatták fel. Ugye láthatjuk az alkotáson, hogy egy nagy kő tömbről van szó, és ugye egy portré domborműről a közepén, illetve található rajta egy felirat, ami így hangzik: mestert szerettem volna, akiért érdemes jó tanítványnak lenni. Hát azt gondolom, hogy egyrészt ugye az iskola elnevezéséből is adódik, hogy Tatai Sándor emlékköve itt található, másrészt pedig már az idézet is ugye nagyon jól kapcsolódik egy oktatási intézményhez. Egy olyan emlékhelyről emlékezünk meg a következőkben, és mutatjuk meg, amely hát még mindig fájdalmas lehet, hiszen a 80-as években történt ott egy baleset, amelyben többen vesztették életüket, és tudom, hogy sokan vannak még mindig, akik megemlékeznek erről az eseményről évről évre. Hát lassan 40 éve egyébként, hogy ez a baleset megtörtént, 1982. szeptember 9-én, amikor a Komáron felől jövő nemzetközi gyorsvonat a vasúti átjárónál belehajtott a 37-es buszba. 37-es busz nagyjából ma is azon az útvonalon közlekedik, egyébként fekete egy száraz réten, mint akkoriban. 16-an vesztették életüket egyébként ebben a balesetben, és 1999-ben a 17. évfordulóra avatták fel Kocsis Balázsnak az alkotását, amely egyébként ezen a helyen található meg, tehát a balesetnek közvetlenül a helyszínén, ahol az áldozatok nevei, és hát megdöbbentő, az életkoruk is bizony olvasható. Én azt gondolom, hogyha valaki közlekedési kultúrát szeretne tanulni, és szeretne szembesülni azzal, hogy mondjuk a felelőtlen közlekedésnek, bár ugye ez egy baleset volt, nem szándékos, milyen sajnálatos következményei lehetnek, akkor érdemes ezeket az emlékhelyeket felkeresni. Akár csak a 62-es mellett található emlékművet, ugye a közlekedési balesetek áldozatainak, amely egyébként szintén Kocsis Balázs alkotása, de hál' Istennek azért Kocsis Balázs nem csak ilyen szomorú apropóból készített nekünk emlékműveket és szobrokat. Egyébként ezen a helyen a hozzátartozók és a család még mindig tényleg rendszeresen összejönnek és elhelyezik az emlékezés virágait. Nem csoda, ez egy szomorú helyszín, és nagyon szép, hogy ilyen kultúrát emlékmű emlékezik meg róla. Emlékművel fogjuk befejezni is a műsort, ez pedig az Opole téren található. Igen, az Opole teret már érintettük, említettük, akkor térjünk vissza ide. Ez ugye a SZIM-nek az emlékműve, szerszámgépipari művek emlékköve a hivatalos elnevezése. 2015. május 16-án avatták fel a volt dolgozók emlékhelye, ugye az ő kezdeményezésükre jött létre egyébként maga az emlékhely, amelyet a Gaja hídnak az egykori építőköveiből állítottak egyébként össze, tehát magához a városrészhez is ugye kapcsolódik, meg a városnak a történetéhez, és ugye egy hosszú, emlékműhöz képest legalábbis hosszú felirat található rajta, amely a gyár történetét foglalja össze. Tehát aki most hallgatta tőlem ezt a néhány mondatot, de szeretné egy kicsit bővebben megismerni a gyár történetét, mindenképpen ajánlott mondjuk ennek az emlékműnek akárcsak a fotóját megnézni az interneten, hiszen tényleg nagyon jó összefoglaló, vagy kirándulni oda, mondjuk egy biciklitúrát tenni akár a hétvégén is megnézni. És ugye Kocsis Balázs nevét említettük, és ugye annak idején is a rádióban szándékosan nem a vasúti baleset áldozatainak emlékművét hagytuk a műsor végére, itt is ugye azért mégiscsak egy más témával zártuk, szintén Kocsis Balázs alkotása egyébként ez az emlék, akit hát remélhetőleg majd egyszer a stúdióban is köszönhetünk és beszélgethetünk vele arról, hogy mi mindent készített eddig a városnak, és esetleg milyen tervei vannak még, mert ez is nagyon érdekes lehet. Bizony-bizony szeretjük minden szobrát, én legalábbis biztos, hogy nagyon. Amiről nem beszéltünk még a területtel kapcsolatban, az a rengeteg fás és park terület. Ha csak az Opole térre is gondolok, ott is szinte már ősfák találhatók, és ezek olyan csalogatóak, szépek, hogyha már kirándulásról beszélünk. Sőt, mi több azért, ha már ott Iszka-Szentgyörgy felé indulunk el, akkor kisebb erdők is vannak. Igen, ugye nagyon jól lehet itt gyalogosan is kirándulni,
biciklivel mindenképpen érdemes elindulni, például Iszka-Szentgyörgy felé, és megnézni mondjuk ott a falut, vagy átmenni Mohára, akár elindulni Bodajk irányába. Ma már nagyon jó kerékpárút is van egyébként Moha, Iszka-Szentgyörgy között, többek között, vagy Fehérvár-Csurgó irányába. De ha említetted ugye a természeti környezetet, akkor mindenképpen érdemes megemlékezni arról a hatalmas nagy rét területről, ahol ugye azért néha óriási nagy belvizek is vannak, és azért ott a komplet hűnyájak is néha ugye sajnos oda vesznek, és ott is ugye azért különböző erdőfoltok megtalálhatók, ahol mondjuk az állatok be tudnak húzódni egy-egy vihar esetén, vagy ha magasabb a vízállás. Tehát ez a természeti környezet, ez nagyon jól kedvez egyébként egyrészt a kirándulásnak, másrészt a növényvilágot és az állatvilágot is azért hál' Istennek valamennyire épségben tartja, és hát azért mégiscsak a város területén egy olyan zöldövezetként működik, ami hál' Istennek ma még megtalálható. Reméljük, hogy még sokáig így is lesz. Fekete-hegy szárazét, köszönöm szépen, megismerhettük ezt a városrészt is neked köszönhetően. Áruljuk el a nézőknek, hogy mivel készülünk a következő műsorra. A következő műsort azt már nagyon régóta tervezzük, hogy a rádióban is már nagyon régóta sorra kellett volna kerüljön, de most már sort kerítünk rá ott is. Ez Börgönd, Csala, illetve Kisfalud, tehát azok a kisebb, úgymond kieső, egykor önálló települések, amelyek ma már Székesfehérvárhoz tartoznak, és mielőtt a belvárosba kalandoznánk és elindulnánk legalább három adáson keresztül, mindenképpen ezekről a városrészekről is még érdemes külön beszélni. Hogyha önök kíváncsiak ezeknek a városrészeknek a titkaira, akkor tartsanak velünk két hét múlva is. Váci Márknak nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is, és a sok-sok hasznos információt, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. További kellemes tévénézést kívánok, viszontlátásra!